Hát, sziasztok gyerekek! Alex vagyok, a tornanéni, és úgy hallottam, hogy nagyon ügyes volt mindenki a tornaórámon, aminek nagyon örülök, szóval jár a nagy taps, mindenki nagyon erős lett? És küldtek anyáik videót és képet, tehát mindenki téged is láttalak. Szóval, csütörtökön jön az új torna, de addig arra gondoltam, ne maradjon senki torna, és móka játék kacagás nélkül hozok nektek minden napra valami izgalmas, otthon elkészíthetős feladatot. Az első játék, amit ma kitaláltam, lejöttem a nappaliba, mit is csináljunk, körbenéztem, és igazából nagyjából eszembe is jutott pár dolog, aztán addig-addig fűztem tovább, még a végére sikerült egy otthoni társas játékot kitalálnom, amit most az én kisfiammal, Szuzukámmal is ki fogunk ugye próbálni, ugye szívem? Szóval, amit csinálnotok kell, anyucik, apucik, bocsánat ma meg, rajzolni egy nagyon szuper ilyen kis céltáblát. Négy mező van benne, mint látjátok. Ezt ráragasztjuk a falra. Hozom közelebb is. Semmi extra, mindenkire rá van bízva. Nekem sem olyan jó a kézügyességem. Nagyjából a falban olyan gyerkőc magassága van. Régi, lesetted a mancsőrjöset. Vissza fogom tenni szívem a mancsőrjáratot, jó? Na, tehát ráragasztottuk a falra. Minél nagyobb, annál jobb, nekünk ez volt a legnagyobb papírunk itthon. Utána kell, kétfajta megoldás van, az egyik a szivacs, ez nyilván egy kicsit környezettudatosabb. Szivacsokat szétvágtam, mindenki kap egyet, és így tök jól lehet egyesével dobálni. Viszont kipróbáltuk már, hogyha szivacssal dobálóztok, akkor mindenképpen valahogy tegyetek valami törölközőt, vagy valami szőnyeget ide az ajtó elé, mert ha megdobjátok, a festéket kicsit le fog fröccsenni. De hogyha sima vízzel dobálasztok, az is teljesen jó, de hogy számítsatok rá, hogy ez egy kicsit vízesebb megoldás. A másik, ami egyébként ugyan könnyebb a gyerekeknek és viccesebb megoldás, az a papír zsebkendő. Nyilván én is azt látom szem előtt, hogy óvjuk a környezetünket, de egy ilyen helyzetben, ilyen rendkívüli helyzetben, mint amiben most vagyunk. Mikor csináljátok majd? Mindjárt eljössz szívem, jó? Fel kell használni, ami itthon van, mert a gyerekek nem biztos, hogy olyan jól bírják a bezártságot, mint mi. Szóval az lesz majd a feladat, hogy bele kell váltani egy kicsit a vízbe a zsepit, vagy a szivacsot, és mindenki, ja, festék, nem mondtam, festék, kötelező darab otthon, remélem mindenkinek van. És az a jó, hogy többen is tudjuk játszani, mert hogy mindenki más színűvel lett, így fogjuk látni, hogy ki az, aki már dobott, ki az, aki még nem, ki hová dobott, így fogja pontosan jelölni. Tehát belemártjuk a vízbe, festékbe, és pám, célba dobás. Nehogy ezt higgyétek, hogy ennyi. Hoztam nektek bizonyám szabályokat. Ugye, Szuszu? Első szabály, vagy nem szabály. Nyilván sima célba dobás is jó, de csavarjuk meg egy kicsit. Dobás előtt hármat kell forogni. Tehát én kezdem, jó? Bemártom, én leszek a barnával, jó szívem? Utána te jössz. Te melyikkel leszel? Sötétkékkel, meg a világos ki. Jó, sötét és világos ki. Belemártottam a zsepimet, nagyjából ilyen gyerkőc távolságba. Gyere, álljál föl, mert utána te jössz. Tehát mutatom, jó? Háromszor megforgok. Egy, kettő, három, és dob! Ó! Melyikbe dobtam bele? Gyere, megnézzük együtt. Az? Oda, be a közepébe. Az a barna anyáé, látod? Az egyesben, na várjatok, megnézzük, hogy mit jelent, ha az egyesbe dobtam bele. Örömtánc! Eljárjuk az örömtáncot? Csak én? Örömtánc, örömtánc, egyesbe dobtam be. Na nézzük egyébként, mi lesz a második. Ha a másodikba dobsz be, akkor csipőn a kéz, három felugrás. Egy, kettő, három. Harmadikba dobsz be, tyúk utánzása. Megmutatod a tyúkot? Gyere ide, mutasd meg nekem a tyúkot, hogy kell csinálni. Ide gyere. Na. Na. Ezért van benne ez a feladat, a gyerekek kedvence a tornaóraimon is. Tehát tyúk utánzása, és hogyha a negyedikbe tehát sehova nem dobunk be, akkor pedig egy tetszőleges könyvet, játékot, plüst, bármit
fejünkre teszünk és számolunk. Meg lehet határozni, hogy 3 vagy 5 másodperc, jó? 1, 2, 3. Jó? És így lehet folytatni. Azt tudom mondani, hogy esetleg még, aki már dobott, annak a színét bekarikázzuk, hogy teljesítette a feladatot, hogy tudjuk a végén azt, hogy azt ne nézzük, ne azt a szint nézzük, jó? Na, Szuszukám, te jössz! Várjatok, mert én meg nem tettem le a szőnyeget. Úgy, én is leteszek egy szőnyeget. Na, melyik szint választott? Kéket? Ezzel csinálja, Cime. Meg is, de ide tunkolt be, menni. Így. Bele a vízbe. Na, dobjad! Ezt megfogom neked. Beállunk, céldás, mehet! Ó, 4-esbe dobtál a egyensúly. Gyere! Ezzel jó ez neked? Megpróbálod ezzel? Igen. Nem forogtál előttem, na mindegy. Mehet, tartsad, figyelj, nézzél anyára. 1, 2, 3. Nagyon jó! Én jövök? Na, nálunk is kimaradt a forgás a nagy játék hevében, semmi van. Akkor bemártom, egyébként ugyanazt a zsepit, mert jól felhasználható. Bemártjuk még egyszer, és forgunk 3-mal. 1, 2, 3. Ó, oda is ragadt. Na, ez lett nekem a 3-as, ami azt jelenti, hogy lyukat kell utánoznom. Gyere, Szuszu, te jössz még egyet. Na, és akkor egy utolsó dobás Szuszutól, itt a kék, gyere! Jó nagyot kell dobnod, oké? Pörögjek! Pörögjél, de ügyes vagy, hogy tudod itt. Mehet, a 3 pörgés. 1, 2, 3, és... Oh! Na, ez megint a 4-es lett. Egyensúlyozom még egyet? Majd később, jó? Na, hát ez lesz a mai feladat. Nagyon ügyesen mindenki, várom ugyanúgy a videókat és a képeket szeretettel. Holnap jövök még egy feladattal és csütörtökön újra torna. Addig is, akinek tetszik, amit csinálok, várom szeretettel a YouTube csatornámon, hogy kapjatok értesítést arról, hogy mikor jönnek a következő feladatok. Élvezzétek az otthonlétet, lássuk meg jót a helyzetben. Bye.